Több ezeren tüntettek vasárnap a spanyol főváros déli külső kerületeiben a koronavírus járvány terjedése miatt Madridban bevezetett szigorú korlátozások ellen. Amint egy tucatnyi körzetből érkező demonstráló szerint igazságtalan, hogy csak bizonyos térségek lakóinak tiltották meg a kerület elhagyását, és ezek főleg Madrid déli térségei. A regionális kormányzat döntése hétfőn lép életbe 37 különböző körzetben, és összesen mintegy 850 ezer embert érint. A korlátozások üzleteket és bárokat érintenek, meghatározzák az egy helyen tartózkodók maximális létszámát, bezárják a parkokat és a nyilvános kerteket, de ami a legjobban felháborította az itt élőket, hogy megtiltották nekik az érintett körzetek elhagyását. Szerintem ez igazságtalan, mert máshol is korlátozásokat kellene bevezetni, nem csak az ilyen környékeken, mint ez itt. Azt mondják, hogy maradjunk itt, de az embereknek menni kell dolgozni, be a városközpontba. Szóval ez egy hülyeség, mondta egy madridi férfi. A spanyol főváros déli körzetei hagyományosan szegényebbek, mint Madrid többi része. Az itt élő emberek jövedelme általában alacsonyabb és inkább baloldali szavazók. Most azzal vádolják a madridi regionális kormányzatot vezető konzervatív néppárti Isabel Díaz Ayuso-t, hogy szegregációs politikát folytat. A szigorú korlátozások Madrid központját szinte egyáltalán nem érintik. A tiltást megszegőket pénzbüntetéssel sújtják, de az első két napban még mindenkit csak figyelmeztetnek.